Megérkeztünk Kisszékelyre, nem csoda, hogy az ország negyedik legszebb fekvésű települése Kisszékely. Mindjárt, hogy beérünk a faluba, egy gyönyörű tórendszerrel találkozunk. Emellett nem tudunk elmenni, muszáj volt egy kicsit megállnunk, de most a tanösvényre koncentrálunk, utána pedig a tavakhoz ígérem, hogy műsorunk végén visszatérünk. Jöjjenek! Kisszékely a tolnai dombvidék legészakibb települése. Két nagy természetes erdőtömb közötti csendes völgyben fekszik. A falu harmonikusan illeszkedik a táj természeti adottságaihoz, gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, középkori utak, mozaikos táj, dézsmapince és a környező dombok mesélnek nekünk gazdag múltjáról és csendesnek tűnő, de annál értékesebb jelenéről. A falu arculatát a 20. század elején épült hagyományos, falusias parasztházak határozzák meg. Ezek tömésfalas, gangos épületek az utcafronton két ablakkal. A gangról nyíló ajtót nem mindennapi használatra szánták, a koporsót hozták ki itt. A lakóházhoz hátul pajta csatlakozik, amit sokszor nagyobb gonddal építettek, mint magát a lakóházat, rendszerint téglából. A faluhoz közel hajdanában szőlőt termesztettek, erről árulkodnak a présházak, ami szinte minden hagyományos kisszékelyi háznál ma is megtalálható. Kisszékely központjában vagyunk. Én ugyan nagyon szeretek gyorsan és kényelmesen utazni, tehát mondhatni, hogy az autózás hívei vagyok, de most igazán sajnálom, hogy nem biciklivel indultunk el felfedezni Kisszékelyt. Itt vagyunk a négyszögletű kerekerdő tanösvény első állomásánál. Egyben ez volt az első általános iskola Tolna megyében. Jelenleg az épületben most helytörténet, illetve iskola történeti kiállítás van, melyet rögtön meg is tekintünk. Jöjjenek utána! Az elemi iskola 1701-ben alakult, és egészen a 70-es évekig működött. Pajor Ágnes polgármester már várt bennünket, hogy Kisszékelyből vehessünk rendhagyó leckét az ódonfalak és a korabeli berendezés között. Így még sosem vártam a tanóra kezdetét. Az írásos források szerint Kisszékelynek a története 1300-as évek elejére nyúlik vissza, és igazából onnan számítjuk, hogy Kisszékelynek a létezését. Először Parasztszékely néven találtunk elnevezést a falura vonatkozóan, aztán az 1600-as évek végéről onnan lehető fel olyan írásos feljegyzés, amiben már Kisszékely néven említik. És a falu lakosságát illetően nyilván az 1700-as évektől, amikor már a török idők elmúltak, onnantól kezdett a falu lakossága emelkedni, és az 1800-as évek végére körülbelül akkor ért el a falu lakossága az 1500 főt, és ez aztán különösen a II. Világháború után jelentősen elkezdett folyamatosan csökkenni, és ma a falu lélekszáma mindössze 320 fő. Kisszékelyben a helyi értékeknek a megóvása, gondozása az különösen 2005-től kezdődött el, és azért van ez az időpont, mert a Kisszékely Kulturális Egyesület az akkor alakult át és bővült ki az elszármazott kisszékelyekkel. Az egyesületnek különösen köszönhetjük az értékeknek a gondozását, megóvását, illetve magába a számbavételét. És az egyesület nagyon sok liderpályázatban igyekezett támogatásokat nyerni, és az első ilyen jelentősebb támogatás volt, hogy Kisszékelyben egy tanösvényre pályáztunk, és hát ez megvalósult 9 millió forintból,
és ez egy 11 kilométeres hosszúságú túraútvonal, aminek 4 kisebb körútja van, és ez a tanösvény ez azért nagyon alkalmas túrázásra bárki számára, mert a tanösvény az érint minden olyan kiszekei helyi értéket, amit érdemes látni és megismerkedni vele. Kezdve az iskola és helytörténeti kiállítással. Ez az épület ez elég rossz állapotú volt, és már ilyen asztalos üzem is volt benne, és aztán hát mi úgy gondoltuk, hogy azok, főleg különösen azok, akik ide kötődnek ez az iskolához, és ide jártak, hogy ezt mindenképp szerették volna besegíteni sok önkéntes munkával, hogy egy kicsit felújításra kerüljön, hogy a régi iskolához méltóan tudjon hasznosulni. És 11-ben akkor volt az iskola alapításának a 310 éves évfordulója, akkor nagyon sok önkéntes munkával a termeket kifestették, és Csepregi Ferencnek köszönhetően állítódott össze az az anyag, amit most itt a teremben lehet látni. Itt a padláson megtaláltuk a régi iskolapadokat, megtaláltuk a régi osztálynaplókat, füzeteket, olyan rajzokat, amit az akkor idejárt diákok készítettek. A falakon az 1930-as évekből is láthatóak még csoportképek, de az iskola alapításával, hajdani működésével kapcsolatos dokumentumokat is találni a teremben. A kiállítástól és az elemi iskola egykori nebulóitól búcsút véve, most egy közelebbi múltba hívjuk Önöket. Kisszékelyben július közepén 8. alkalommal tartottak aratónapot. Búza, búza, de szép tábla búza, annak közepében kinyílott a rózsa. Fonott kosarakból kerül elő a házibor, pálinka, paprikás és krumplis pogácsa, kendőbe tekerve kenyér, szalonna és sonka. Messziről az asszonyok arató éneke hallatszik. Mindenki hagyományos népi öltözetben, kaszával, sarlóval a kezében gyűrközik neki a búzatáblának, mintha 120 évet ugrottunk volna vissza az időben. A kézi aratás fontos előzménye a kévekötéshez használatos kötél elkészítése. A kötél alapanyaga a mocsári sás, vagyis ahogy itt nevezik, a csádé. A régi időkben a csádé megfonása az aratás előtti napok egyik fő tevékenysége, feladata volt. A csádé kötél készítése kifejezetten kisszékei hagyomány. A falu vezetése megerősíti azt az összetartó és lélekben erős közösséget, akik, ha elszármazva is, de erősen kötődnek Kisszékelyhez. A múltról igazi kordokumentumként számol be két kötet is. Büszkék vagyunk a helytörténeti kiadványainkra. Az első terjedelmesebb ilyen kiadványunk 2013-ban került kiadásra. Szintén egy lideres pályázat adta ennek a forrását, és Csepregi Ferenc készítette. Multidéző kiszékei életképek a címe, és az 1890-től 1980-ig terjedő időszakot öleli fel, és számos kép van benne, tehát különösen arra helyeztük a hangsúlyt, hogy nagyon sok kiszékeiekről készült csoportkép, illetve magáról a faluról, különböző témák szerint csoportosítva került összeállításra, és hát akik nyilván ebben érintettek, mert különböző képeken szintén megtalálják magukat, azoknak ez nyilván egy nagyon szép visszatekintő kiadvány. Ennek a folytatása volt az, mert közben 13 óta eltelt újabb 5 év, és 5 évenként tartjuk az elszármazottaknak a találkozóját, és akkor mindig készülünk valamire egy ilyen alkalomra, tehát mindig szeretnénk valami meglepetéssel szolgálni egy ilyen találkozón, és így elkészült az idei évben pedig a második része ennek
a multidéző könyvnek. Kis széke épített és kulturális emlékei után ideje természeti környezetével is számot vetni. A tanösvényt követve egyből a legmagasabb pontot néztük ki magunknak. Kihívás nélkül ugye nincsen győzelem. A kiszékei kilátó helyre értünk fel, hát elég sok viszontagságon keresztül, de megérkeztünk, és meg is értem, mert hogy gyönyörűen pazar a kilátás. A Kávária dombra esik a tekintetünk. Erről a dombról érdemes tudni, hogy Hajdanában a település központja a középkorban vélhetően ott volt. A Vosinszky Mórral közös együttműködésben a település már elkezdte ezt a fajta kutatást, és hát a jövőbe nézve úgy tűnik, hogy a Vosinszky Mór megyei múzeum munkatársai ezt a területet fel is fogják majd tárni. Úgyhogy mi nagyon izgatottak vagyunk, hogy milyen leletek fognak előbukkanni innen a Kávária dombról. A kilátás pedig minden izzadságcseppért kárpótol bennünket. Vezetőnk dr. Horváth András geográfus. A kilátó tengerszint felett 200 méterrel fekszik. Innen a kilátótól Kisszékely tájrészetének a mozaikos táj használata nagyon jól látszik. A temetőtől, hogyha indulunk, akkor a kis utcát követhetjük, ahogy halad fölfelé a domboldalban, majd pedig attól balra a Babaszó-hegy szőlőgyümölcsös területe látszik jól, és itt figyelhető meg az a mozaikos tájhasználat, ami egykor nagyon jellemző volt. Lenn a falu patakvölgyében a rétek, a patak fölötti lejtőkön gyümölcsösök, majd pedig a gyümölcsösök fölötti síkabb területeken, dombok tetején a szántók figyelhetők meg. Mindeközben pedig találunk vadkörtét, galagonyát, vadrépát, avagy szemérmetes vadmurkot, vagy sárgarépa tesztelve. És még valamit a bokrok között, amire András hívja fel a figyelmünket. Itt állunk egy erdős pusztai tisztáson, amely azért érdekes, mert az erdős pusztai tölgyesnek a tisztása, ami szerintem nagyon ritka élőhely, de a környéken, itt Kisszékely környékén több helyen is felelhető. Ez a fája a jellegzetes, ez a molyhos tölgy, amely egy déli elterjedésű mediterrán térségekre jellemző fa, és hát itt Magyarországon éri el elterjedésnek az északi határát. És itt alkot egy olyan erdős pusztai erdőt, ami valaha nagyon gyakori volt az Alföldön és a dombvidéken, de mára nagyon megritkult. Itt azonban találunk még néhány nagyon szép állományt. Leereszkedünk szintkülönbségben 100 métert és visszaérkezünk a faluba. Műsorunk elején ígértem, hogy a tavakhoz még visszatérünk, így szavamat nem feledve megérkezünk a Baráttóhoz. Egy középkori úton jöttünk le, amely Szentpéterről ment át Nagyszékelybe, és ezen az úton hoztak létre egy töltést, amellyel a kiszékei patakot verekeztették, még a középkorban is akkor hozták létre ezt a tavat, amit Barátok tavának hívnak, hiszen akkor a domonkos rendi szerzetesek alakították ki saját használatra, halastó céljára, és ez azóta halastóként funkcionál, ami egy nagy értéket képvisel, hiszen országszerte ritkák azok a középkori halastavak, amik mind a mai napig halastavakként üzemelnek. Maga a fekvése egy páratlan táj részletben figyelhető meg. Két irányból kapja a vizet ez a tó. A Kisszékely pataknak itt két ága van, majd pedig ugye a falu irányába már egyesülve megy tovább. És itt a feldúzasztás következtében egy kétágú tó jött létre. Körülötte pedig jól látszanak azok a gyönyörű gyertyános tölgyesek, amelyek itt a Nagyszékely erdő, illetve a másik irányban a Kisszékely erdő erdeit jelentik, és biztosítják azt, hogy ilyen varázslatos legyen a hangulat ennek a tónak. Helyi értéktár bizottság védetté nyilvánította, illetve felvette a helyi értékek közé. Felterjesztettük a megyei értékek listájára is, és oda is felvették, tehát így most már a Barátok tava a megyei értéktárnak is része.
településen helyi termékboltot mindenképpen szeretne nyitni az önkormányzat, ezen kívül rekreációs zöld zónát, naturparkot és Lázár Ervin emlékházat álmodott meg a vezetés, ezt pedig hamarosan tettek is követik majd. A most bemutatott természeti és épített emlékeken kívül Kisszékely igazi kincseket rejt magában, amit most nem tudtunk önöknek bemutatni, mert ugye mi maradna akkor a kalandor lelkű felfedezőknek?